2013-ban az akkor 22 éves Jamie Reynolds szerelembe esett a szomszédjába, Georgia Williamsbe, aki 17 éves volt. Jamie nagyon szerette a fiatalabb vöröshajú lányokat. Többször bepróbálkozott Georgiánál, viszont a lány minden egyes alkalommal elmondta, hogy ő csak barátként tekint rá. Ezt Jamie nem fogadta el, minden lehetséges módon megpróbálta felhívni magára a figyelmet. Például betelefonált a helyi rádióba is, számot kért a lánynak, elmondta, hogy mennyire rajong érte, szó szerint könyörgött a szerelméért. Ekkor Georgia elismételte önmagát, megmondta, hogy ő nem szeretne kapcsolatot, jelen pillanatban csak az iskolára szeretne fókuszálni. Ennek ellenére néhány nappal később Georgia kiposztolta Facebookra, hogy kapcsolatban van. Ekkor Jamie igencsak dühös lett. Annak ellenére, hogy a lány nem viszonozta a fiú érzéseit, barátok maradtak. Legalábbis Georgia ezt hitte. Egyik délután Jamie felhívta őt telefonon. Megkérdezte, hogy nem lenne kedve modellt állni neki, ugyanis nemrégen jelentkezett egy fotós suliba, ahova anyagot gyűjt, és szeretné, hogyha lefényképezhetné a lányt. Georgia igent mondott. Jamie a telefonban azt mondta, hogy a szülei is otthon lesznek, illetve még néhány másik lány, akiket szintén felhívott, hogy modellkedjenek neki. Ennek ellenére, amikor Georgia megérkezett, csak ők ketten voltak otthon. Vett Georgiának egy ruhát, és megkérte a lányt, hogy vegye fel, ebben szeretné lefényképezni. Georgia megtette. Ekkor Jamie elmondta Georgiának, hogy szeretne egy nagyon művészi fotósorozatot készíteni, aminek az lenne a lényege, hogy a lány felakasztja magát. Amikor a lány este 10-kor sem ért haza, a szülők elkezdtek aggódni. Tudták nagyon jól, hogy Jamiehez ment, ugyanis mielőtt elindult otthonról, a lány engedélyt kért. A szülők elengedték, ugyanis régóta ismerték Jamie-t, szinte a szomszédok voltak, és a közeli benzinkúton dolgozott, naponta találkoztak. Küldtek egy üzenetet Georgiának, megkérdezték, hogy hol van és mit csinál. Ekkor a lány válaszolt, azt írta, hogy jól van, a barátaival mentek el szórakozni, majd nem sokára megy haza. Azonban, amikor reggel 6-kor sem volt még hír a lányról, írtak neki még egy üzenetet. Ekkor a lány ismét válaszolt, azt írta, hogy a barátainál aludt, a telefonja viszont le fog merülni. Természetesen ezeket az üzeneteket nem Georgia küldte, hanem Jamie. Ezek az üzenetek nyilván nem győzték meg a szülőket, és mivel Georgia édesapja rendőr volt, szinte azonnal kaptak házkutatási parancsot. Amikor kiérkeztek a házhoz, a rendőrök nem találtak otthon senkit. Betörték az ajtót, és átkutatták azt. Megtalálták Jamie kamerájának a memória kártyáját, amin ott állt feketén-fehéren, hogy hogyan végzett a lányjal. Több száz fotót találtak a lányról, volt olyan is, amikor még életben volt, és a nyaka körül volt a hurok, és olyan is volt, amikor már sajnos nem volt életben, és a nyaka körül még mindig ott volt a hurok. Az is kiderült a képekből, hogy Jamie a ház összes létező szobájában felakasztotta a lányt. Ezek után pedig mindenféle borzalmakat művelt a lány testével. Direkt nem fogom felsorolni, hogy miket, el tudjátok képzelni. A rendőrök észrevették, hogy a család kis teherautója hiányzik, és körözést adtak ki rá. Az egyik benzinkút térfigyelő kamerája rögzítette ezt a pillanatot, amikor Jamie éppen tankolt. Ebben az időben Georgia már élettelenül feküdt a csomagtartóban. Jamie-t később egy Premier Inn nevű szállodában fogták el, és a bizonyítékok ellenére tagadta bűnösségét. Georgia testét később egy mocsaras területen találták meg. A nyomozás során az is kiderült, hogy Jamie Georgián kívül még több lányt is kiszemelt magának. Nevekkel együtt dokumentálta azt, hogy miket fog csinálni a lányokkal. Mivel egyértelmű volt, hogy egy potenciális sorozatgyilkosról van szó, ezért a legszigorúbb börtönbüntetést kapta, tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.